Főbb híreink. Rendkívüli ülés tart hétfőn az országgyűlés az ellenzéki pártok kezdeményezésére a katatörvény miatt. Ezen a héten az amerikai cionista mozgalom különleges státusz kapott az Egyesült Nemzetek szervezetén belül, hogy a szervezet tanácsadó testülete legyen. A jelenleg fennálló világrend elleni támadásnak nevezte Oroszország Ukrajna elleni támadását csütörtökön Jens Stoltenberg NATO főtitkár. Mintegy 500 ukrán katona vesztette életét két az orosz légierő által végrehajtott prezíciós csapásban, jelentette ki Igor Konaszenkov altábornagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a heti TV híradóját látják. Belföldi híreink. Rendkívüli ülés tart hétfőn az országgyűlés az ellenzéki pártok kezdeményezésére a katatörvény miatt. Az ülésre augusztus 8-án 1 órakor kerül sor. Az ellenzéki pártok közösen azt kezdeményezték, hogy az országgyűlés még hatályba lépése előtt törölje el a katatörvényt, és a kormány segítse a megélhetési válság miatt bajba jutott embereket úgy, hogy a kormánypártok elfogadják az ellenzékiek módosító javaslatait. A többi között a rezsiemelés megszüntetéséről, a lakóépületek szigeteléséről, az élelmiszerválság leküzdéséről, a klímabérlet bevezetéséről, valamint az egyes termékek áfamentességéről szóló javaslatokat terjesztett ki a ház elé az MSZP, a DK, a Párbeszéd, az LMP és a Jobbik. Ásványvizet oszt utasainak péntektől a hőségriasztás ideje alatt a MÁV start a budapesti fejpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon. A volánbusz pedig a megyeszékhelyeken, a nagyobb forgalmat lebonyolító autóbuszállomásokon, közölte a MÁV voláncsoport. Budapesten a nyugati pályaudvaron, a keleti pályaudvaron, a déli pályaudvaron, vidéken a miskolci, a debreceni, a nyíregyházi, a békéscsabai, a szegedi, a kecskeméti, a szolnoki, a győri, a pécsi, a nagykanizsai, a siófoki, a fonyódi, a tapolcai, a veszprémi, a zalaegerszegi és a celldömökli állomásokon kaphatnak díjmentesen vizet a vonatra várakozók naponta 10 és 17 óra között. A volánbusz 12 és 14 óra között a megyeszékhelyeken, a nagyobb forgalmat lebonyolító autóbusz állomásokon oszt ásványvizet. Szlávik János, a Délpesti Centrum Kórház infektológus főorvosa a Heti TV Pirkadat című műsorában beszélt a koronavírus járványról, de szóba került több más fertőző betegség is. A főorvos elmondta, a világon mindenütt, így Magyarországon is emelkedik a megbetegedések száma. Annak ellenére, hogy a szakemberek egy ideig úgy vélték, nyáron nem lesznek ilyen kiugró adatok. Itthon a múlt héten 14 ezer új megbetegedést regisztráltak. Ez jelentős emelkedés, de szerencsére mindez nem érzékelhető a kórházakban, és a lélegeztetőgépre kerülők számában sem. Azaz olybá tűnik, a koronavírus egy erősebb influenza járványjá silányul. Természetesen vannak veszélyeztetebb csoportok, például az idősek, az immunbetegségben szenvedők, ők azok, akik bekerülhetnek a kórházak COVID osztályaira. Ám a társadalom egészét tekintve a szakember azt javasolja, aki egy kicsit fáradékonyabbnak, gyengébbnek érzi magát, az vegyen magának egy gyors tesztet a patikában, vagy az országos tesztpontokon is tesztelheti magát. Ha nincsenek komolyabb tünetei, akkor maradjon egy hétig otthon. A COVID osztályokra bekerültek olyanok is, akik súlyosabb állapotban vannak, de olyanok is, akik csupán pozitív tesztet produkáltak. Végezetül az infektológus megemlítette, hogy Magyarországon is emelkedik a nemi úton terjedő fertőzések száma. Így ma már egyre több szifiliszes is van. Ennek leginkább az az oka, hogy az emberek tisztában vannak azzal, a legsúlyosabbnak vélt écre van tabletta, azaz már az sem halálos betegség. Így jóval kevesebb figyelmet fordítanak a védekezésre, a szakember szerint pedig csak így lehet megelőzni ezeket a betegségeket. Hozzátette azonban azt is, hogy a WHO által most leginkább figyelt majomhimlő esetében az óvszeres védekezés nem elegendő. Ezt a betegséget más szorosabb testi kapcsolat útján is el lehet kapni. Szerencsére azonban a majomhimlő nyugat-afrikai változata, amely most elérte Európát, jóval enyhébb lefolyású, és abból könnyen meg lehet gyógyulni. A Kelet- és Nyugat-Európa között az egyik legfontosabb vasúti kapcsolat vezet át Budapest déli részén, jelentette ki a Technológiai és Ipari Minisztérium közlekedésért felelős államtitkára a megújult déli összekötő vasúti Dunahíd átadóján csütörtökön Budapesten. Vitézi Dávid kiemelte, a megújult híd nem csak a vasúti személyforgalomban, hanem a nemzetközi teherforgalomban is jelentős szerepet tölt be, mert Európa 3 kiemelkedően fontos transzeurópai vasúti folyósója vezet át itt.
Ezek összekötik a holland kikötőket és Spanyolországot Romániával, a Fekete-tengerrel, a Balkánnal vagy éppen Ukrajnával, tette hozzá. Rámutatott a déli összekötő vasúti Dunahídon halad át a Magyarország keleti és nyugati ország részei közötti vasúti forgalom 90%-a, beleértve a tranzitforgalmat is. A felújításnak és a kapacitás bővítésnek köszönhetően a híd a következő évtizedekben is megbízhatóan tudja kiszolgálni a vasúti, személy és áruszállítást, hangsúlyozta. Külföldi híreink. Ezen a héten az amerikai cionista mozgalom különleges státuszt kapott az Egyesült Nemzetek szervezetén belül, hogy a szervezet tanácsadó testülete legyen. Ez a státusz lehetővé teszi az AMS-AZM számára, hogy részt vegyen az ENSZ rendezvényein és vitáin, valamint rendezvényeket tartson az ENSZ keretein belül. A szervezetet 1993-ban hozták létre azzal a céllal, hogy közelebb hozza egymáshoz az Egyesült Államok zsidó közösségét és a cionizmust és a cionista értékek népszerűsítésén dolgozik az USA-ban. A mozgalom elősegíti a párbeszédet és az együttműködést a különböző cionista szervezetek között, és mostantól ezt nemzetközi védnökség alatt teheti meg az ENSZ-en belül. Ez egy jelentős lépés, amely követi Gilad Erdán, izraeli ENSZ nagykövete és az Izrael állandó ENSZ képviselete diplomáciai lépéseit, akik az elmúlt évben sokat dolgoztak a szervezet jelentőségén előmozdításán, és a nagykövetekkel és magasabb rangú diplomatákkal folytatott találkozókon felvetették a kérdést. Erdán nagykövet és az AZM számos együttműködést tart fenn, többek között az ENSZ nagykövetek Izraelbe való elszállítását, az izraeli képviseleti függetlenség napi rendezvényének megrendezését az ENSZ nagykövetek részvételével. Élesen bírálta a hazája kormányát csütörtökön a libanoni maronita keresztény pátriárka a beiruti kikötői robbanás második évfordulóján. Bessara Boutros Harrai a robbanás áldozataira emlékező tömeg előtt mondott beszédében kijelentette, Isten elítéli azon hivatalos személyeket, akik késleltetik az ügy kivizsgálását, és a kormánynak nincs joga akadályozni a nyomozást. Elítélte, hogy a felelősök közül sokan szabadlábon vannak, másokat viszont ártatlanul tartóztattak le. Követelve a robbanás felelőseinek megbüntetését, mivel 2 év telt el a robbanás óta, de eddig senkit sem számoltattak el. A beiruti kikötőben 2020. augusztus 4-én bekövetkezett detonációt a világ egyik legnagyobb nem nukleáris robbanásaként tartják nyilván. A katasztrófát a nagy mennyiségben gondatlanul tárolt ammóniumnitrát okozta. A jelenleg fennálló világrend elleni támadásnak nevezte Oroszország Ukrajna elleni támadását csütörtökön Jens Stoltenberg NATO főtitkár. Leszögezve, nem szabad megengedni, hogy Moszkva megnyerje ezt a háborút. Stoltenberg a norvégiai Utøya szigetén elmondott beszédében leszögezte, a szervezet érdeke az, hogy az ilyen jellegű agresszió ne lehessen sikeres. A II. Világháború óta nem volt ilyen veszélyes a helyzet Európában. Emelte ki továbbá Stoltenberg egyúttal arra figyelmeztetett, hogyha Vlagyimir Putyin orosz elnök bármelyik NATO tagország ellen elrendelne támadást, a szervezet összes tagállama mozgósítana. Mindazonáltal leszögezte, a NATO nem azért van, hogy háborúzzon, a szervezet feladata a háborúk megakadályozása és a béke megőrzése, s ezt teszi már több mint 70 éve. Beszéde további részében Putyin szemére vetette, hogy egy teljes országot, egy teljes ártatlan népet rohant le azért, hogy érvényt szerezzen politikai céljainak. S azzal vádolta, hogy a világrendet akarja megváltoztatni, és nem tartja tiszteletben más országok szuverenitását. Mintegy 500 ukrán katona vesztette életét 2 az orosz légierő által végrehajtott prezíciós csapásban, jelentette ki Igor Konaszenkov altábornagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője a csütörtöki hadi jelentést ismertetve. A tábornok szerint az ukrán 92 gépesített Dandár Harkiv közelében mintegy 130 katonát és 13 páncélozott járművet, a 95. légidanszt rohamdandár pedig Konstantinovkánál mintegy 400 embert és 20 egységnyi hadfelszerelést veszített. Az orosz harcászati légierő gépei, valamint rakéta és tüzérségi csapatok 2 vezetési pontra, 2 lőszerraktára és 1 üzemanyagtárolóra mértek csapást. Az orosz légvédelem 4 drónt és 5 sorozatvető rakétát lőtt le.
Az orosz védelmi minisztérium összesítése szerint az ukrán fegyveres elők a háború kezdete óta 261 repülőgépet, 145 helikoptert, 1673 drónt, 361 légvédelmi rakétarendszert, 4244 harckocsit és más páncélozott harcjárművet, 786 rakétasorozatvetőt, 3251 tüzérségi löveget és aknavetőt, valamint 4696 speciális katonai járművet semmisítettek meg. 80% fölött az infláció a török gazdaságban, ahol elsősorban az üzemanyagok árának növekedése miatt értek el újabb inflációs rekordot. A török líra leértékelődése is hozzájárul ahhoz, hogy szinte minden egyre drágább Törökországban. A benzinára másfél év alatt megháromszorozódott. Ez a taxisok számára a legnagyobb csapás. Azelőtt hetente ment fel a benzinára, de most már naponta, panaszkodott a közszolgálati rádió tudósítójának egy taxisofőr. Szerdán tették közzé a legfrissebb statisztikai jelentéseket, és ebből kiderül, egy év alatt a szállítási költségek 119%-kal növekedtek Törökországban. Az általános infláció csaknem 80%-ot ért el júliusban. Ez a hivatalos adat ellenzéki közgazdászok szerint a valós szám 100% fölött lehet. Törökországban a statisztikai hivatal Erdogan elnök szigorú ellenőrzése alatt áll. Emiatt több vezető korábban lemondott. Bővebb információt a brierpress.com vagy a hetitv.com oldalon olvashatnak. Most pedig pár mondat az időjárásról. Szombaton egy hullámzó hidegfront első hulláma éri el térségünket. Napos idő mellett egyre erősödő északi széllel érkezik kissé frissebb levegő, először a Dunántúlra, majd az északkeleti, éjjel pedig a középső és délkeleti ország részbe. Főként észak-északon szorványosan zivatargócok alakulhatnak ki, 39 fokos nappali csúcshőmérséklet mellett. Megköszönöm figyelmüket, további szép napot kívánok, viszontlátásra!